Sziasztok! Ma egy sajtos pogácsát fogok készíteni, és úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek. Ez egy pogácsa alaprecept. Ki lehet egészíteni ezen kívül, amivel gondoljátok, sajttal, magvakkal. Én egy alappogácsát készítek, de egy pici reszelt sajtot teszek bele, illetve a tetejére. Hát ehhez most trapista sajtot használok, ez 20 deka. Úgyhogy itt vannak a hozzávalók. A alapreceptemhez 60 deka finom lisztet használok, egy evőkanál sót, 25 deka zsíradékot, most fogok beletenni egy kanál zsírt, mert hogy most van itthon, ezt már lassan el akarom használni, és 20 deka margarint fogok most beletenni, vajjal is lehet, mindegy, ezt a margarint szeretném elhasználni. Fogok beletenni tejfölt, hát úgy gondolom, hogy 3 decit, hát egyelőre egy ilyen kis pohárral, de itt egy másik is előkészítve. Egy tojás megy a tésztába, és egy ilyen 5 dekás élesztőnek a felét teszem bele. 2,5 dekát, 2-2 és felett, és illetve azt nem beleteszem a lisztbe, hanem egy nagyon pici tejet, még egy fél deci sincs, meglangyosítottam a mikróba, és ebbe rögtön fogok egy evőkanál cukrot beletenni, már teszem is, tehát a langyos tejbe, egy kis, nem is így, egy lapos. Jó. És akkor az élesztő felét. Miért nem látok ma? Az élesztő felét bele fogom tenni. Van ilyen, hogy az emberem kifog egy élesztős csomagolás. Jó. És akkor ketté vágtam, és akkor a felét belemorzsolom. Jó, tehát nem teszem tűzre, nem futtatom fel, csak így. Jó. Tehát akkor ez körülbelül 2,5 deka élesztő. Jó, egy kis kanalat, és elkeverem, és hagyom állni egy kicsit, addig, amíg a többi hozzávalót elkészítem. Most nekem ilyen sima BL55-ös lisztem van, mindegy, hogy milyen, de ez tökéletes. És akkor megint nem vettem elő a mérleget, 60 dekát, nemre. És akkor egy evőkanál sót beleteszek. Ezt odébb teszem, hogy jól látszik. Jó. Egy evőkanál só. Jó. Ugyan már kicsit. És akkor most bele fogom tenni először az egy tojást, de egy kis tálkát előveszek. Ebbe ütöm bele. Jó, tökéletes, nincs baja. Úgyhogy beleteszem az egy tojást,
és beleteszek egy pohár tejfölt. Jó, és beleteszek akkor egy evőkanál zsírt. Visszaveszem a kanalat, rendben. És akkor bele fogok morzsolni 20 dekányi margarint. Jó, vagy csinálhatjátok 25 deka vajjal, hát amelyik szimpatikusabb. Na most ügyetlenke voltam, mert előbb a sajtot le kellett volna reszelnem, mielőtt ezzel itt. Jó, ezt így beleszokom csipegetni, így szét is jön, tehát nem olvasztom bele, hanem úgymond belecsipkedem, és ugye a kézmelegtől ez szépen már olvad és szét. Jó, ez megvan. Akkor megtörlöm a kezem. Jó, és akkor már kibontottam a sajtot, és akkor reszelek le belőle valamennyit. Ez az alaprecetbe ugye nincs benne, ez nem kell a fogácsában. Általában teszek, ha ilyen sima fogácsát készítek, tehát hogyha ez krumplis lenne, vagy tepertős, akkor természetesen nem tennék bele sajtot, meg akkor se, ha kevés lenne itthon, de most van, úgyhogy beleteszem. Sajnos egy pici füstölt sajtom nincs, ha lenne egy 5 dekányit bele reszelnék, mert annak, aki szereti, azért füstölt sajtól még ízesebb. Jó, körülbelül a fele sajtot lereszeltem. Ezt még nem teszem bele, mert előbb ezt is félreteszem, így. És nézzétek, fel is futott az élesztő a pici tejbe a cukorral. Én ezt rögtön hozzá fogom tenni ide a közepébe. És akkor most keverem össze. Így, előbb így a élesztőt, közepén egy kicsit eldolgozom. És már dolgozom is össze az egészet, és ha nagyjából össze dolgoztam, nagyjából, akkor beleteszem ezt a pici reszelt sajtot, és úgy keverem össze. Na, és akkor mehet is bele a reszelt sajt. Ja. És akkor ezt most összedolgozom. Ha kevés, ha nincs benne elég folyadék, száraznak érzitek, ugye ide készítettem még egy tejfölt, azzal pótolom a zsíradékot, de ha véletlen nincs tejfölötök, akkor ezt langyos tejjel is megtehetitek.
És akkor, ha összekevertem a tésztát, összedolgoztam, akkor átteszem egy kis fóliába, de le is takarhatjátok a tálat, nem muszáj kitenni fóliába. És hát beteszem a hűtőbe azért minimum 2 órára. Jó, és akkor 2 óra múlva elő lehet venni, és akkor lisztezett deszkán kiszaggatjátok a pogácsákat. Na, hát igen, most ebbe kevés a zsiradék. Fogok egy nagy kanalat, mert a másikat kitettem. Így, és beleteszem a tej fölfelét. És elég lett volna, nem baj, ha úgy érzem, hogy csak akkor megkap még egy kis lisztet. Uh-huh. Elég lett volna plusz egy fél erőkanál tejföl, mert ugye a sajt is belement, az is zsíros. Hát ugye igazából nem voltam biztos benne, mondtam is az elején, hogy 2 tejfölt készítettem ki, de az még kérdés volt, hogy mennyi megy bele, hát az egy pohár az biztos. Na így jó lesz, most tökéletes az állaga, érzem. Egyébként ezt van, hogy este készítem el, összegyúrom, éjszakára beteszem a hűtőbe, és mondjuk szilveszter reggel előveszem, és akkor kisütöm. Kiszaggatom és kisütöm. De mondom, a minimum az a 2 óra, ami hagy pihenjen a hűtőszekrénybe. Még egy picit, úgy, csak hogy, jó. És akkor a pihentetés után majd ágyúrom a deszkán, vagy amin nyújtom, és akkor lehet vele dolgozni. Na, tökéletes kis tésztát kaptunk. Hát egyébként tényleg ezt a alappogácsa receptet nagyon egyszerű elkészíteni, szerintem ezzel nem nagyon lehet mellélőni. És akkor ebből én pogácsákat fogok szaggatni, de egyébként ugyanebből a tésztából készíthettek sajtos rudat is, ha valakinek az jobban tetszik. Egyébként mi is szeretjük, de már most nincs kedvem a rudakkal szórakozni, a pogácsát egyszerűbb kiszaggatni, úgyhogy én pogácsát fogok belőle készíteni. Jó, és akkor megy a forpakba, és megy a hűtőszekrénybe. Na, akkor ezt elteszem, és találkozunk, amikor előveszem nyújtásra. Na, sziasztok! Kivettem a tésztát a hűtőből. Hát végül is nem 2 órát hagytam, ugye mondtam, hogy minimum 2 óra. A 2 órából lett 4,5 óra, mert dolgom volt.
Úgyhogy most nekiállok, és szaggatom, és megsütjük. Jó. Akkor a felével kezdenek. Akkor egy picit még meggyugorol, és akkor el is kezdem utána nyújtani. Jó, tovább nem is nyújtom, mert hát ilyen 2 centis, igen, 1,5-2 centis renyújtottam a tésztát, és pogácsa szaggatom nincs, volt egy 1000 éves, berozsdásodott, kidobtam, és azóta nem vettem. Láttam, de túl nagy volt, és hát nem volt kedvem, úgyhogy ezzel a kis pálinkás pohárral fogom kiszaggatni. Hát végül is ez nem lett 2 centisek, 1,5. Közben a sütőt előmelegítettem 180 fokra, és ezen a 180 fokon fogom a pogácsát sütni, hát előre láthatólag ilyen 30 percig, 25-30 percig. 25 percnél megnézem, és akkor ha a színe tetszik, még egy szúrás próbát kap, és azonnal kiderül. Na, akkor átpakolom a sütőpapírral kibélelt tepsibe. És liszt van, azt leszedem. Jaj, kapos lesz. Jó, és akkor ezt a maradékot is kinyújtam, ebből is szaggatunk, vagy 3-4 darabot, és akkor ez a tepsi, ez meg is lesz, és akkor a tészta másik fele meg a másik tepsibe fog kerülni, ami alatta van. És 4. Jó. És akkor folytatom a tészta másik felével. És akkor most egy picit felgyorsítok.
és ha megvan a másik tepsi, és akkor jelentkezem. Akkor folytatom, kiszaggattam a két tepsinyi bogácsát, illetve ennyi lett belőle. Akkor most előkészítettem egy felvert tojást, egy egész tojást, és lekenem a pogácsák tetejét. Közben már el is kezdett itt kelni ez az első tepsi, amit láttatok, hogy kiszaggattam, mert ugye ez egy élesztős tészta, és többet pihent, hát ott kelni nem volt ideje, most van, hogy kiszedtük a hűtőből, és hát már nem is baj, hogy nem sikerült 2 centisre szaggatnom, mert ugye az elején azt mondtam, hogy 2 centisre szaggatom, inkább 1,5 centi lett, mert már van, amelyik szinte duplája. Annyi idő alatt, amíg a második tepsivel kiszaggattam. Úgyhogy most lekenem felvert tojással, mind a 2 tepsi poginak a tetejét, és akkor teszek rá reszelt sajtot, illetve szezámmagot készítettem ki. Van, amelyikre egy pára azt teszek sajt helyett. Jó, ez megvan. És akkor utána, ha rajta lesz a tojás, illetve a sajt, még mindig hagyni fogom egy kicsit kelni, egy 20 percet, és mert szépen emelkednek föl, és utána teszem be a sütőbe, és akkor egy 30 percet kelt összesen. Aztán majd kiderül, hogy milyen lesz a végeredmény. Hát ízre gondolom jó lesz, olyan, mint máskor. Ugyan nem sütök sűrűn pogácsát. Egy évbe, hát 2-szer. De ezt a receptet szoktam használni. És eddig mindig jó volt. A sajtot szoktam variálni, hogy van, hogy teszek bele füstölt sajtot, van, hogy nem. Illetve olyan is előfordult már, hogy a fele tésztába, miután meggyúrtam, a fele tésztába egy kis jutúrot tettem, de hát azt sokan nem szeretik. Nekem se, a gyerekeim nem eszik, én kimondottan szeretem a jó túrót. De egyébként sima túróval is lehet túros pogácsa, az is nagyon fincsi tud lenni. Na, először egy kis szezámmagot adok egy párna. Én úgy megkívántam, nagyon szeretem a szezámmagot. Jó. És akkor jöjjön a sajt. Kinek milyen van otthon, füstölt, sima, ementáli, mindegy, ki mit szeret. Igen, végül is az a lényeg, hogy ki mit szeret, illetve hát, hogy milyen sajt van otthon. Nekem is ez most kétféle, mert van benne ilyen Lidli
előre reszelt négyféle sajtból ilyen mix, hát illetve a sima trapista, ami itthon van, abból is reszeltem. Jó, és akkor így elkészítem a másik tepsit is, illetve sajtot teszek. Kész vagyok a tojáskenéssel és a sajtozással. Összesen állt 30 percet, úgymond kelesztettem, miután ki lett szaggatva, és most beteszem a 180 fokra előmelegített sütőbe, és 180 fokon fogom sütni, hát körülbelül egy ilyen 20-25 percig, majd a végén megmondom, úgyhogy majd ránézek. Ilyen 20-25 percnél aztán kiderül. Ezt készítettem meg először, akkor mehetünk. Jó. És akkor jelentkezem, ha megsült. Kisült az első adag pogácsa, nagyon jó illata van. Szépek lettek, tűzforró, ez odaragadt a széléhez. Ez a kettő összeragadt. Nagyon jó illata van, szerintem szépek lettek, és azonnal betettem a második tepsivel is. 25 percet sült 180 fokon, előmelegített sütőbe, és 180 fokon sütöttem kerek 25 percig. 20 percnél megnéztem, akkor már színe majdnem jó volt, és mint látjátok, fogpiszkálóval végeztem egy ilyen szúrás próbát, és hú, nagyon-nagyon fincsi az állaga. Úgyhogy, hát a tésztáját nem tudom, hogy tudom megmutatni, tűzforró. Nagyon szépek lettek. Szép. Egyet szétszedek. Ezt fogtam meg először. Hú, isteni finom sajtos illata van. Biztos nagyon finom. Hát, még sül a másik. Majd egy fényképet úgy is készítek róla, úgyhogy merem ajánlani nektek ezt a receptet, beírom a leírásba, és akkor a lényeg, hogy miután összekevertétek a tésztát, utána a hűtőbe tegyétek bele minimum 2 órára. Én ugye, mint mondtam, én 4,5 órát hagytam benne, mert közben el kellett mennem itthonról, tehát 4,5 órát volt az én tésztám a hűtőbe, utána kinyújtottam, végül is csak ilyen 1 centisek lettek, 1,5, de közelebb volt az 1-hez, hiába a 2 centisre akartam. De nem is baj, mert mint látjátok, 2,5-szeresére feljöttek, tehát ahhoz képest, hogy milyen kis picikék, ilyen kis tampedlés pohárral szaggattam ki, szép magasok lettek. Úgyhogy, ja igen, és akkor utána, miután kiszaggattam, megkentem a tojással, rátettem a sajtót, illetve némelyiket megszórtam szezámmaggal, és akkor 180 fokon előmelegített sütőbe, 180 fokon 25 percig sütöttem, és a lényeget kihagytam, hogy miután megszórtam a tetejét a tojással, utána még egy 20 percig kelesztettem,
itt a konyhába. Tehát összesen 30 percet kelt, miután a hűtőből kivettem, és így jött föl, duplájára felemelkedett. Szóval nyugodtan készítsétek el, ez egy nagyon egyszerű és finom pogácsa. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót!